minden kedves anyagúron itt fogadom, de az ebédlőben minden össze-vissza van a tapéta miatt. A szoba mellékes, nagyságos asszonyom! Hát igen, igen, de azért az ember ritkán fogad vendéget a gyerekszobában, ja. Igaz? Ó, gyerekszoba! Igen. Van gyerek? Nincs. Akkor minek a gyerekszoba? Hát, ha lesz? Hiszen, ha jól tudom, már 10 éves házasok. Hát aztán, az ember kedves anyagról csak sose adja fel a reményt. Sárának is 90 éves korában született gyereke. Bocsán, a Lacsos asszony most hány éves? 34. Hát akkor még van. 56 éve. Na látja. Látom, rádió is van. Van, van. Mit teszik szóval? Milyen szenzációs találmány? Nekem speciál nem tetszik. A rádió? A rádió. Nem tetszik? Nem tetszik. Hiszen a technika csodája. Akkor sem tetszik. Hogy lehet az? Hát az úgy lehet, hogy az ura egész nap nem látok, mert nagyon el van foglalva. És ha egyszer hazajön, akkor sem tudok vele szobálni. Nekiesik ennek a ronda rádiónak, felire teszi a kagylót, és se nem lát, se nem hall. Hát Istenem, hát hallgatja a rádió. Hát ne hallgassa. Hallgasson engem. Jó. Csak, hogy a rádiónak programja van. Talán nekem nincs. Tudja, mennyi programom van nekem? És olyan Lacsos asszony, sokáig haza a Ligeti út. Már egy itthon kellene lennie. Csak hogy ahelyett, hogy zárás után haza jönne, itt minden rendes kereskedő. Ahelyett, na végre, hogy itt van. Szervusz, fiacskám! Szervusz! Na, mi van, anyag úr? Engem keresd? Hát, kit keresed? Talán azt hiszed, hogy hozzám jön. Hát látod már ilyen? Ahogy beteszem a lábam, már kikapom. Hát anyukám, legalább hadd fújjam ki magamat. Nos, minek köszönhetem a szerencsét? Hát a gyűlés. Miféle gyűlés? Hát a kereskedelmi kamarában. Mit szól a fejem? Hát csoda. Annyi gondom van az üzletben, hogy majd elfelejtem. Na jó, néztük volna ki, ha elfelejt. Mert ki mondta volna le a szivacs kereskedők nevében a beszédet? Pláne, hogy itt lesz a miniszter is. Anyukám, gyorsan készíts ki a ruhát. Hugo, te el akarsz menni? Hát fiam, ez egy nagyon fontos szakmai dolog. Szóval, ha a kereskedelem bank, akkor egy kereskedőnek éjjel 4 órakor kell hazajönnie. Mint a múlt szombaton is. Pardon, fiam, 1 óra volt. Nem igaz, 4 óra volt. 1 óra volt, fiam? Nem igaz. A webket direkt oda tettem az éjjel szekrényre. 4 órát mutatott. Na jó, ha te egy rongyos 5 perges webkelnek, jobban hiszel, mint a hites uradnak. Hát akkor menj, fiam, és gyűlés ez. Hugo, én már látom, hogy minket egy világ választ el egymástól. Egy világ? Nekem elég volna egy törvei szék. Mit szól ehhez, anyagot? Hát nincs igaz. Miért? Nekem nem szabad egy héten egyszerre elmenni hazudról. Egész héten dolgozom az üzletben, mint egy bolond. Nincs egy bolond, hát? Ez mindig azt mondja, hogy nincs semmi munka. Hát nem bolond az, aki akkor is dolgozik, ha nincs munka. Na ja. De azért csúnya dolog, hogy hazudik a felesége. Higgye el, csúnya dolog. Na jó, elhiszem. Ha én is volnék, én nem hazudnék a feleségemnek. A maga feleségének én se hazudnék, de ennek a hárpjának muszáj. Mindenek egy kicsit elmenni, egy kicsit mulatni, egy kicsit élni. Ezt hát szereti a zenét. Miért a zenét? A jóféle bor? De a zenét is. Mondja, miért ragaszkodik pont a zenéhez? Tudja mi? A zenét az nem is szeretem. Hát beszélj. Itt bele van boldogulva a rádióba. De nem a zenét. Hanem? A beszéd miatt. Hogy csak a beszédet hallgatjuk. Dehogy hallgatom. Hiszen azért vettem a rádiót, hogy ne hallgassam a beszédet. Nézzem. Én az előtt, ha hazajöttem. És ahelyett, hogy egy kicsit kipihentem volna magamat, a feleségem elkezdett beszélni, és órákon keresztül csak beszél. Most hazajövök, azt mondom, szervusz, fiacskám. Esetleg, ha rossz kedden van, meg is csókolom. Hagyok neki 2-3 mondatot elmondani, aztán
idejövök a rádióhoz, fölteszem a kagylót, és felőlem beszélhet, amit tanul. Persze! Ezt hát mondja, hát mi szokott ilyenkor hallgatni? Az mindegy. Tegnap például végig hallgattam Barcelonából egy norvég prédikációt. Barcelonából? Norvég prédikáció. De milyen gyönyörű! Ne beszéljen bolondokat. Hát Barcelonában spanyolul beszélnek. Jó vagy úgy. Hát akkor azért nem értettem egy szót sem. Na miért? Norvégül talán ér? Menjünk, kedvesek! Hát, vagy két szó, mi? Hát, annyit sem. És hát mondja, hát, ha nem ért semmit ebben. De miért nem hallgatja a feleségét, azt legalább érti? Hát éppen azért nem hallgatom. Az a norvég rabbi Barcelonából. Beszélhet nekem, amennyit akar, az egészen biztos, hogy a végén nem fog tőlem pénzt kérni. Hát akkor miért ne hallgassam? Hát, szóval, Ligeti úr, magának tetszik a rádió. Hát, de mit szól, hogy milyen zseniális ember ez a... Edison. Edison? Hát a rádiót az nem is Edison találta fel. De azért ismerjük el, hogy zseniális ember. Hát miért nem volna? Az mégiscsak óriási dolog, hogy egy ember például Londonban beszél. Én felveszem a kagylót és hallom. Hát az semmi. Nekem jobb találmányom van. A feleségem mit beszél a szobában? Én felteszem a kagylót, és hála jó Istennek nem hallom. Ez a geniális barátom. Én tökéletesítettem a rádiót. Szóval magának csak erre jó a rádió. De, hogy azért másra is használ. De anya, elnál. Isten őrizze! Tudja, a feleségem nem szokott újságot. Ezért, ha valamit be akarok neki valamit adni, azt a rádió útján közlöm el. Mit közöl vele a rádió útján? De anya, ez az én találmányom. El ne állítom. Csak nem képzeled, Ligeti úr. Itt a másik szobában van egy kis mikrofonom. Az össze van kötve ezzel a hangszóróval. Én belebeszélek a mikrofonja. És itt hallik. És a felesége azt hiszi, hogy a stúdió beszél. Igen, a butácska. Hát Ligeti úr, sajnálom, hogy nincs a fejemen a kalap. Szeretném maga előtt leemelni. Várjunk, behozom. És a mai gyűlést is leadtam. Még nem, az most következik. Hallgassa meg, ha akar röhögni. Egy-két írt be fogok olvasni az újságból, aztán jön a gyűlés. Parancsoljon, méltóságos uram, itt az Bokingja. De fiacska, hát tehetek én arról, ha kereskedem van. Jó, jó, csak öltöz fel és menj. Még rájövünk, fiam, még egy üzleti levelet is meg kell írnom. Ugye váratig a levelet? Hogyne! Figyelj a rádió! És ez így megy, kérem, hétről hétre. Hát kérem, nagyságos asszony, ez egy nagyon fontos gyűlés. Persze, minden fontos. Csak a feleség nem fontos. Dehogy nem, hát az is fontos. Kérem, anya úr, ne mondjon ellen. A feleség nem fontos. Kérem, és ön, attól a feleségtől, hűséges elkívánni? Várok, szóltam egy szót. Ne, az a feleség nem. Hát kérem. Anya úr, jöjjön csak egy pillanatra, akarok valamit mondani. Rögtön, pardon, egy pillanatra. Menjen csak, menjen a barátjához. De kérem, nagyságos asszony. Menjen már. Igenis. Ha majd adok én neked gyűlést. Halló, 521-33? Jó estét kívánok! Maga az Dezső? Pá, itt Klári. Na, ugye meg van lepve. Ne kérdezzen semmit, egy óra múlva jöjjön ide. Ne, a férjem nem lesz itt. Egyelőre többet nem mondhatok. Pá, majd adok én neked gyűlést. Ha. Valami üzleti dolog volt. Hálom is én. Halló, itt Rádió Budapest. Tisztelt hölgyeim és uraim, híreket fogunk közvetíteni. Már megint ez a ronda rádió. Hát egyszer úgy kívánom a házból, hogy ezer darabra törik. A Fecske utcában Balogh Mária mindenes lány, Lukke oldat a divot. Lukke.
Lú, te oldalt hívod, még ha ez engem érdekelne, ki fogom kapcsolni. Na, most ordíthatod? Más. Ma reggel Bálog Ignác elnevedek, egy talált órát a rendőrségre itt. Hallom már ilyet, ki van kapcsolva is, mégis szól. Debrecenből jelentik. A debreceni piac téren tegnap este... Hát mi van ebben? Melene Kristóf fuvaros. Hát ezt nem lehet elszállni. Hugom, hugom! Bárány hívőben összeesett. Más. Mi ez? Az uram mondja be a híreket. Mit jelentsenek? Én nem értek a rádióhoz. Más, tessék figyelni, nagyon fontos. Ma este a kereskedelmi kamarában nagy értekezlet lesz, amelyen a kereskedelmi miniszter is meg fog jelenni. Ja, vagy úgy! Te jó Isten, hogy mi lesz itt? Az értekezleten a szivacskereskedők nevében Ligeti Hugó tart nagy beszédet, melynek elébe a miniszter is nagy érdeklődéssel tekint. Sőt, még én is, Hugó fiam? A hírek közvetítését befejeztük. Na, hát mit szól ez? Én nem értek a rádióhoz. Ezt nevezem egy modern házasságnak. A férj rádión keresztül hazudik. Na megállj csak! Hát akkor felöltözünk, kettes anyagúr, és megyünk. A gyűlésre. Igen, fiam, a gyűlésre. És ott lesz a miniszter is, ugyebár. Ha én ott tudok lenni, talán nem hiszem. De hogy nem, fiam, éppen most volt a rádió. Mit szól egy ilyen rádió, milyen öröm? Öröm? De milyen? Na, majd mindjárt meglátjuk. Hát, fiacskám, én beviszem a smokingodat, majd öltöz felszépen. Na, én ajánlom magamat. Várjon csak, felöltözöm és megyek én is. Maga nem fog jönni Ligeti úr. Na, hogy ne mennék? Maga itthon fog maradni. Én? Maga. Hát, hogy maradok én itthon? Halló, itt Rádió Budapest. A kereskedelmi kamarában a gyűlés el van. És ha elmersz menni, te csirkefogod, ide a lábon többébe nem teszed, más, hogy nem sül le a bőr a képen? Hát ez a rádió visszabeszél. Ismerős a hang. A hang az nem annyira, inkább a szöveg. Maga engem elállt? El vagy elmúltam csak. Az előbb a felesége benézett oda, és látta, amikor maga beszél a mikrofonba. Hát, gyere már! Én mindig mondtam, hogy ez a rádió nem egy tökéletes találmány. Hát mit szól? Hogy nekem ilyen pekem... Hát mondja, meg fennem, ha itt ott maradt. Na. Hát apa, még belemennék, de egy életen keresztül nem lesz nyugtom ettől a hátjától. Mert maga egy ügyetlen ember. Hát miért csinál maga is azt, amit a Hollander csinál? Azt sem tudom, ki az a Hollander, hát hogy csinálja, amit ő csinál. Hollander egy barát. Annak is évekig ette a feleség az életét. Ha nem aztán elment a feleségébe. Mit csinált be? Rajta kapta. Mi kapta rajta? Mi mondtam emberre? Hát ez egy marhaság. Hát hogy tudom én a feleségemet rajta kapni? Hát ki merőve neki kezdeni? Hallgasson én. Hollandernél se kezdett ki senki. Eredben Hollander azt találta ki, hogy egy fiatalember letett a felesége szekrényébe. Most segény asszony az persze nem tudott semmiről semmit. De csak Hollander kinyitja a szekrény, kiveszi a fiatalembert, és olyan botrányt csinált, hogy jajajajajaj. Napattól kezdve az asszony olyan alázatos volt, mint egy pici kutya. Hát ez zseniális anyag úr. Ezt nekünk is meg kéne próbálni. De? Honnan vegyek egy fiatal embert? Ugye mit? Én hozok magának egy. Ad neki 20 pengőt is, rendben lesz a dolog. Csak akkor maga most a feleségét egy másik szobában a szobban fogja tartani. Addig én fecsempészem a fiatal embert a szekrénybe. Hát ez remek! Már előre rörgök. Ki fogok nyitni a szekrény ajtót, és adok neki. Én vagy pokol. 20 pengője. Igen. A fiúnak. De hogy a fiúnak, a feleségednek? Hát, ha rájön a svintire. Hát éppen azért sietek, ahogy kinyitom a szekrény ajtót. Pim! Pum! Te még itt vagy, fiam? Hát siess, mert megelőz a miniszter. Nézd, fiacskám. Nem vagyok kíváncsi semmire. Hát, kezdi csókolom. Ha ezt szolgál, Ligeti úr. Hát, szolgálja. Anya úr,
Mondja meg a kegyelmes úrnak, hogy az uram végtelenül sajnálja, de ma nem mehet a gyűlésre. Lehet, hogy rosszul érzi magát. Még nem, de fogja. Nem érdekel. Velem ezentúl csak rádió keresztül is urámot. Ellenben egyszer az én kedvemért is megborotválkozom. Ereg a fürdőszobában is borotválkoz be. Ne édes fiam. A többit rádió. A fene, aki kitalálta ezt a ronda rádió. Halló, 521-33. Jó estét kívánok, maga az Dezső. Hogy? Rimandi úr már elment? Mikor? Köszönöm. Ajaj. Gláj! Hát én nem hittem a fülemnek. Én még most sem hiszem el, hogy itt vagyok. Végre egy évi ostrom után megint itt állt magának. Gláj, én állj. Csípjen meg. Dezső, én nem csípem meg magát. De csípjen meg! Arra most nincs idő magának távozni a kedvesőt. Távozni? Igen. Most? Most rögtön. Hát én el nem megyek, hozzá gyűl a világ. De itthon van a fura. Az más. Tisztelt. Jaj, várjon, várjon, megnézem, hogy nincsen-e az előszobában. Hát persze, hogy ott van, most nem mehet el. Jaj, Istenem, mit csináljak magával, hova tegyem magát? Dezső, szokott maga szekrénybe bújni. Hova? Szekrénybe. Soha! Én oda be nem megyek, összedül ez a ház! De az uram minden pillanatban bejöhet! Hol az a szegény? De nem sokáig nem kapok levegőt! Jó, jó, majd valahogy elküldöm az uramat hazudul. Kérlek, ugró, ha akarsz, elmehetsz arra a gyűlésre. Mondd, fiam, te ugratsz engem? Nem ugratlak. Öltöz fel és meg. Komolyan? Eskügy. Mind esküdjek. Ön kikészítek nekem mindent, öltöz fel szépen és menj el a gyűlésre. Mi történhetett itt? Ne hibbálom, én megyek. Anyukám, a frakcipőmet. Különben itt a cipő. Itt a lakcipő? De hogy került a lábam ebbe a cipőbe? Kérem! 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 Hadd a szolgálja! Hadd már itt van! Itt! Mikor jön? Két perc! Hát ez ügyes! Ligeti vagyok! Uram, ki kell jelentenem, én nem szerelemből vagyok itt! Tudom! Húsz pengő! Itt a pénz és menjen vissza! Hogyan? Ön húsz pengőt akar nekem adni? Pardon? Ennyiben állapodtunk meg. Vele? Nem magával, az anyaggal, de az minden. Itt a pénz és menjen vissza. De kérem, uram, én ezt nem fogadhatom el. Hát itt van még 10 pengő, de ne csináljon jeleneteket, és menjen vissza, mert mindjárt jön a felesége. De hogy visszamenjek? Meg van őrül, hát ez, hogy vissza kell mennie. De nem kapok levegő. Hát itt van még 10 pengő. Hát de tudnám, hogy miért kapom ezt a pénzt? Fogja be már a száját, mert nagyon vágom! Na. 40 pengő csarol ki tőle. Na de megéri. Itt vagyok, Rigetiké! Hát ezt nagyszerűen csináltam. Fiatal ember is itt van. Tudom, de a 20 pengő az egy kicsit sok. Micsoda a 40 pengő? 40 pengő sok. Micsoda a 40 pengő? Csak 20-ról volt szó. Mondtam neki, de hát ez olyan erőszakos, mit csinálja? Mondtam neki, hogy... Hugo, gyere csak, fia! Mit akarsz? Gyere gyorsan! Megyek. Bocsásson meg egy pillanatra. Jöjjön! Ide a szekrénybe! Mit kell ott csinálni? Semmi! Semmi kapok meg? Igen, csak menjen már be, fiamnak! Hú, itt nagyon sötét van! A pár percre még vezessen be a villanyt is! Ha? Azonnal jövök, fiacskám! Na, gyorsan, egy-kettő, rohadjon! Menjen, menjen, mert azonnal szól az uram! Menjen! Hát ebben az esetben, kis piam, csak tudnám, hogy miért kaptam! Fiam,
amíg ki nem készíted a lakcipőt. Vedd ki magadnak, ott van a szekrényben. Én vegyek. Hát te vagy a feleség, ennyit igazán megtehet. Hát hogy beszélsz te velem? Hogy? Na fogok én néged nélkül is beszélni. Jó. Majd én megmutatom neked. Na nyisd ki a szekrényt. Jó. Tessék. Fiacskám, nincs a cipő. Micsoda? Hát az izé, a cipő nincs itt. Hát hova mehetek? Lehet, hogy ott van a másik szekrényben. Átment volna. Hogy átment? Hát neked egy cipő csak úgy fogja magát, és átmegy egyik szekrényből a másikba? Na, majd én megnézem. Mi az? Na, semmi, semmi, csak becsíptem az ujjam. Hogy került ez vissza? Fiacskám, én azt hiszem, hogy a lakcipőt a hálószobában van az éjjeli szekrényben. Ered, fiam, nézd meg! Ered, fiam, nézd meg te! Ered, fiam, nézd meg! Ered, fiam, nézd meg te! Hát ezt érdemlem én te tőle 10 év boldog házasság után, hogy egyszer az életben van, arra kérlek, hogy... Hozom a cipőt! Ezért tehenek asszonynak az életét felálltozni! Fiacskám, mit akarsz? Hozom a cipőt! De azt hiszem, hogy szerencsétlen asszonynak csak az a kötelesség! Elég! Tudom a bebit kívülről! Na! Megállj te! Andemna betyár! Dezső, Dezső, hát hogy csinálhatod ilyet? Miért jött vissza, hogy gyorsan egy-kettő rohan? Ja Istenem, ha hogy nem került maga ide? Szent Istenem, betörő! Nehogy vagyok én betörő! De hát ki maga? A nevek Krisztán! Attól még lehet betörő! De nem vagyok! De hát hogy került maga az én szekrényembe? Betettek! Hogy betették? Hát mi maga egy állai, összehajtották és betették a szekrénybe? Nem hajtottak össze, csak betettek! Betették? De. Hát még ilyet nem is láttam! De miért tették magát az éjszekrényünkre? Azt mondták, hogy a feleséggel rajta akarnak csípni. Ki mondta ezt? Anya. Meg azt is mondta, hogy a fértől ezért kapott 20 pengőt. Miféle fértő? Valami... Szigeti vagy hogy hívják? Ligetitő? Igen. Szóval úgy. Az uram rajta akar kapni inflakot? Mi? Na megállj csak! Válók! Uram, szíveskedjék visszafáradni a szekrénybe. Hát én ott megfulladom. Miért fulladna meg? Azért, mert a szekrényben nincs levegő. Majd én fúvok be magának a kulcsukon. Na menjen! Menjen! Jó, de meddig kell én itt maradjon? Nem sokáig, csak az uramnak mondok egy-két barátságos szót, és már ki is jön. Kétségtek! Az ember a saját házában ne tudjon egy pár cipőt megtalálni. Micsoda bírcsap! Micsoda bírcsap! Parancsolsz kérlek! Semmi csak! Mondom, hogy micsoda bírcsap! Szóval neked nem tetszik a bírcsap? Nem, bizony, fiam! Szóval húgó, te szeretnél elválni? Mondtam én ilyet! De gondoltad? Hát, fiam! Még gondolkozni se szabad. Nézd, húgó! Ha te el akarsz válni, azt egyszerűen is megteheted, nem kell ilyen aljas trükkökhöz folyamodnod. Miféle trükkökhöz? Ne beszélj! Én mindent tudok! Ha mindent tudsz, fiam, akkor azt mondd meg, hol van a lakcipőm. Na csak kérem! Visszahozták a 40 pengőt. Mi? A 40 pengőt. Miféle 40 pengőt? Azt mondta neki, ez nem jár. Mert úriember. Úriember? Úgy mondja. De hát ki hozta vissza azt a 40 pengőt? Hát egy úr, és mind azt mondja, hogy neki ez nem jár. Nézze, fiam, arra feleljen, amit kérdeztem. Hol van ez az út? Kint. És mind azt mondja, neki ez nem jár. Neki ez nem jár. Mi nem jár neki? Hát a 40 pengő, mint a szúton. Tőle? Hát úgy mondta. Úgy mondta. Ja, vagy úgy, aha. Hugo, ki az? Yeah, fiam, ez egy ügynök. A Weisberger. Valami üzleti dolgom volt. Nem elég neki a jutalékon. Tudod, hogy van ez, fiam? Na, elég ki, majd beszélek vele. De miért menjek ki? Fiam, ez egy veszedelmes ember. Ha nem gondolod, hogy hozzá fog várni valamit,
azt gondolnám, fiam, akkor nem küldenélek ki. Na, ide figyelj! Intézd el vele egy-kettőt, mert nagyon fontos... A kulcsot minden esetre elveszem. Mondja, mit csinált maga? Uram, én azért jöttem ide, mert én egy korrekt úriember vagyok. Na, szép kis korrekség! Megkapja a pénzt és meglóg! Nekem az a pénz nem jár. Én azért jöttem vissza, hogy mindent megmagyarázzak. Nekem nem magyarázunk semmit, hanem menjen vissza a szekrénybe. Hogy képzeli az, hogy? Kinyitja az ajtót, és bemegy. Te, hogy megyek? Nézze, ne vitatkozzon! Maga megkapta a pénzt. Magának kutya kötelessége bemenni. Te kérem! Más be meg, keresztülöbben! Hát én már se körültet láttam életemben, de erről nem is hallottam. Hát nem vagyok befelé! Jó, van, kérem. Na, most már rendben vagyunk. Na, megállj, te bestia! Fiacskám! Na, elintéztem? El. Belevett. Ez, de belevett. És mondd, miben üdvözöl az ember? Hát jelenleg. Kezdjük csókoló! Ami a neked jól, a maga meg is felöltözve. Miért? Olyan sietős magát? Nekem nem sietős. Tudod mi? Nekem sietős. Csak azt tudnám, hogy hol van a lakcipő. Ha, mit tudom én? Miért? Egy család ne tudja, hogy hol van a férje lakcipője? Családanya, még hercegsz is. Különben ott van a lakcipőd az előszobában a gardróbszekrényben. Erre egy hozzá, nem magadnak, ha kell. Megvan? Még nem, de a fiú már itt van, mindjárt jön a cirkusz. Fiacskám, a gardróbszekrény nem van? Igen. Micsoda vércsa. Nekem kell behozni a cipőbe. Azért nem bocsásson meg, hogy pár cipőt behozni, nem olyan nagy munka. Hát a magáé, de az enyémet? Minden esetre nagyon köszönöm magának, anyagot. Igaz is, ha egy pár cipőt behúzni, az a semmi. Nem azt köszönöm. Hanem? A tippet. Milyen tippet? Na ne adja itt a naívot, azt hiszik, hogy nem tudom, mi van abban a szekrényben. Kegyet tudja? Nem szégyellik magukat, ilyen aljas trükköt kitalálni egy tisztességes úriasszony előtt. Vicc volt, nagyságos asszonyom, egy ártatlan humor ez. Szép is humor, ezt mondhatom. Hanem anyagot. A magának jó megfigyelő képessége. Viszonylag. Na, akkor azt figyelje meg, hogy mit kap az ura, mihez kinyitja a szekrényt. Hogy? Jó, hát ő meg azt hiszi, hogy kegyet nem tud semmiről semmit. Azt. Helyes, meg kell neki mondani. Azt próbálja meg, ha kedves az élete. Csak hadd kapjon ő engem rajta, majd adok-e neki két olyan inflagrantit, hogy belesiketül. Na végre! Csak hogy hozzá kezdhetek az öltözködéshez. Na most figyelj, egy perc alatt kész leszek. Fiacskám, nekem a szekrényben adjál ki egy frakkinket. Azt ne hiszem, hogy kész lesz. Hadd is, aki jó a szekrény. Tessék, itt van a kulcs, vedd ki magadnak. Na akkor én ajánlom magamat. Várjon! Hát most nyitom ki a szekrényt. Hát azért megyek. Várjon! Hát most jönnek a bohorok. Ne csinálja vicceket, tigetikén. A nagyos azt, hogy tudja, hogy mi van a szekrényben. Tudja? Igen, tudja, hogy bent van a fiatal ember. Maga engem elárult. Nem, hogy elárultam. Huga, nyisd ki a szekrényt. Majd adok én neked én akarantit. Minek a kulcs? Nem az, a másikat. Hát ebben van. Ne vitatkozz el, az is ki. Ők az olyan érdekes, hogy én még ebben is vitatkozol, amikor biztosan tudom. Hát mi az? Ha maga miért jött át? Hát akkor persze rájön meg a dologra. Kérem, ha már magad 40-et. Honnan vett ezt a szakát? Nekem mindig magadtálom, ha kérem, magad. Anya, ez egy másik ember. Nehogy másik. Ne beszéljen, hát a másik embernek nem volt szakálla, maga két ember küldött nekem. Nem, hát ezért kérdeznek benned? Nem, hogy küldtem még két ember. Hugo, hát szabad ilyet csinálni egy hűséges feleséget, egy tisztességes úriasszonyban? Hát mondom, hogy maga két ember küldött. Hát én csak ezt küldtem. Maga kik
Tudom, én szeretem az ön nejét. Tudom, mi az ön felesége. El fogom venni feleséget. Maga. El fogja venni a feleséget. Lám, de képes volnál 10 évi boldog házasság után engem itt hagyni, és ő hozzá menni feleségül? Igen. És maga elveszi? Boldogan! Mária reménykültem! Igaza van, barátom. Nem maga. Ezt az ember a jó Isten küldte.